Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben Székesfehérvár legendás sportolóit mutatjuk be, hiszen kérem szépen ne feledjék önök sem. Számtalanszor elmondtam már, hogy Székesfehérvár nem csak a királyok városa, nem csak a gazdaság és a kultúra városa, hanem nagyon is a sportváros is. Vendégem pedig Demeter Bence. Köszöntöm én is a nézőket. Még öttusának hívjuk az öttusát, tehát a fantasztikus öttusázót. Nos, hát a beszélgetés mindenképpen úgy kell kezdenünk, hogy egy családi legendárium része vagy mindenképpen, az új nemzedék része, testvéreddel Gergellyel együtt, hiszen a nagypapát ismertük, Isten nyugosztalja, azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhet neki Székesfehérvár sportja. Édesapád az első magyar öttusa, Európa-bajnok, sokszor magyar bajnok, és hát jöttetek ti. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a nagyobbádnál ebédeltetek, és egyszer-egyszer összefutottunk annak idején, és már ő is azt mondta, hogy bennetek mindenképpen ott mocorog valami, amivel folytatni tudjátok a családi hagyományt. Tehát ennyit az eleve elrendelésről, viszont kell, hogy szó essék a családi indítatásról. Hiszen az nyilvánvaló volt, hogy sporttal kell, hogy foglalkozz. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy folytasd ezt a hagyományt a családban egyik oldalról, a másik oldalról pedig mikor és hogyan döntöttél az öttusa mellett, gyermekfővel? Igen, hát egyrészt ugye, ahogy említetted, nagyapám által azért egy igen komplex módon egy ilyen sportcsaládba születtem, ahol mindenkinek kvázi, mondjuk így idézőjelben kötelező volt a sport, és édesapám is szerette volna ezt a mondjuk úgy hagyományt továbbvinni, és legfőképpen próbálta az általa választott tusára így terelgetni engem, hogy próbáljam ki ezt a sportágat, ami kezdetben, ugye legfőképpen mint fiatalként nem igazán a sport érdekelt, hanem inkább az a közeg, amiben belecsöppentem, azokkal a fiatalabb, mondjuk úgy, hogy még kvázi sportolókkal, vagy fiatal fiúkkal, lányokkal, hogy egy közegben vagyok, és együtt úgymond jól érezzük magunkat, de ez idővel ugye ez a része sokkal lemorzsolódtak, és kezdett leginkább a sport felé irányulni az én tekintetem is, és a versenyek, amiken elindultam, megfogalmazódott bennem úgymond, hogy igenis ebben én valamilyen szinten én jól vagyok, tehetséges vagyok, és mondjuk ugye a korosztályos 10-11-12 éves, amikor elindultam ezeken a versenyeken, sorra ott voltam a dobogón. Ez adott egy olyan fajta motivációt, ami későbbiek során azért meghatározó volt számomra, bár hozzá kell tennem, hogy volt egy 13 éves koromban körülbelül egy kis megingás, amikor mondjuk úgy, hogy átkacsingottam egy kicsit az atlétika felé, de szerencsére édesapám segített abba, hogy visszaterelt újra az öttusa irányába, úgyhogy hálás vagyok mindenképpen tehát neki. A siker az megerősítést jelent nyilván egy fiatal számára is, és hát rájön arra, hiszen ez rengeteg munkával jár. Amikor elkezdted, nyilvánvaló, hogy lépésről lépésre haladtatok, melyik volt az a sportág neked az elején, ami nem volt igazán a kedvedre való? Hát őszinte leszek, a kezdetben a lovaglástól kicsit tartottam. Azért 12 vagy 13 éves lehettem, amikor elmentem először a lovardába, ott volt az a hatalmas 5-600 kilós állat, föl kéne ülni rá, akkor ugye előtte azért láttam már egy-két öttusa versenyt, voltak azért kisebb balesetek, mondjuk úgy, hogy nem volt akkor ez a kedvenc számom. De idővel azért egész biztonságban éreztem magamat a lovon, és egyre jobban megszerettem, és valahogy elkezdtem élvezni azt a részét, hogy együtt tudok működni a lóval, együtt ezeken az akadályokon tudunk úgymond átrepülni, és átfordult ez az egész bennem, most már gyakorlatilag az egyik kedvenc számom a vívás mellett. Így van, tehát a vívás az különleges, ha már itt tartunk, annál is inkább, hiszen ott az ellenféltől veszel el pontokat, ha úgy tetszik. A
Kik voltak a mestereid? Azért vegyük sorba, hiszen a nagyon-nagyon fontos, hogy az elején nyilván a három tusa és a négy tusa után az öt tusában is kellenek olyan szakemberek, akik nem csak megszerettetik, hanem, és nem csak az alapvetéseket, hanem ha valaki klasszis szeretne lenni, már pedig te az lettél, akkor olyan mesterekre van szükség, akik minden csínyát, bínyát ismerik az adott versenyszámnak. Hát ha vívásról beszélünk, akkor én gyakorlatilag három mesterrel dolgoztam. Kezdetben Korponi Istvánnal kezdtem a vívó pályafutásomat. Ő egyengette az útjaimat gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, olyan 22-23 éves koromig, és ekkor édesapám is kezdett besegíteni ebbe a munkába. Majd olyan a Rio-i olimpia után csatlakozott a teamhez dr. Salamon Gábor, aki gyakorlatilag 30 évet külföldön edzősködött. Annó még ugye öttusázó volt, és hát vívómester lett. Ők hárman egy-két évig gyakorlatilag három vívómesterem volt egyszerre, majd mondjuk úgy már csak édesapámmal is dr. Salamon Gáborral folytattam tovább a az munkát. Úszás is vízválasztó szó szerint, ha úgy tetszik. Úszással hogy álltál? Hát a kezdetben olyan mostani edzem Szloboda Józseffel kezdtem a felkészülést, majd ugye annó, amint felkerültem a profi csoportba, Isten nyugasz, hogy Komlódi Zsolt volt. Aki sajnos már nem lehet. Igen. Volt az úszó és a futóedzőm, meg persze Isten nyugasztja, ugyanúgy Kulcsár Antal, aki úgymond vezette magát ezt a remek klubot, ő segített be a fizikai számokba Komisznak, mint becene, ahogy sokan így ismerték, majd későbbiek során ugye a Szloboda József vette úgymond vissza ezt a stafétát. Furcsa ezt kimondani, de ugye 1998-ban kezdtél előttusázni. Ez azt jelenti, hogy jövőre 25 esztendei, negyed században. Azt hiszem, hogy ehhez nem csak tehetség kell, hanem szorgalom is. Ugye kezdjük az IFI EB-vel. Az első IFI EB-t 2006-ban volt. Az már egy áttörés volt annál is inkább, hiszen akkor már benne voltál a bajnokcsapatban az öttusa OB-n, tehát az ideje korán, ha úgy tetszik. Miként éli meg egy fiatal, akire azt mondják, hogy tehetséges, emellett nyilván szorgalmas is, hiszen ez a kettő azért kézenfogva jár az öttusában, az első sikert. Hiszen amikor már a magyar színeket képviseli valaki, akkor az valami csodaként éli meg, mondom én. Igen, abszolút egy felemelő érzés volt, hogy mondjuk úgy, hogy 16 évesen már részt tudtam venni ilyen komoly nemzetközi versenyeken, de akkor még nem az volt a célom, hogy most én ott rögtön dobogóra álljak, hanem a lehető legtöbb tapasztalatot szerezzem, és próbáltam egy ajándékként, egy lehetőségként felfogni ezeket a mondjuk a kezdetben az IFI EB, hogy abban az évben már 16 évesen, ha itt tartunk, már junior világbajnokságon is döntőben voltál, igen. Részt vettem, ami azért mondjuk úgy, hogy ritka egy férfi öttusázóknál. Nagyon hamar jöttek a sikerek ebből a szempontból, és gyakorlatilag lépésről lépésre haladtam az út felé, hogy majd kvázi ugyan a felnőtt mezőnyben. Igen, is. Érdekes a pályafutásod, ha megnézzük, ugye 2016-ban már ott voltál az öttusa OB-n, aztán az IFI EB-n, a Junior VB-n, az IFI négytusa világbajnokságon, aztán 2007-ben már junior, tehát akkor 17 évesen mindösszesen, Junior EB-n, négytusa EB-n, Junior VB-n. És így, ez így ment esztendőről esztendőre, gyakorlatilag valamennyi világversenyen ott voltál, megmérettettél. Egy remek korosztály volt a tiétek. Kik voltak azok, akikkel versengeni kellett, hogy képviselhessd a magyar színeket? Hát akkoriban, hogyha ezzel a korosztályról beszélünk, főleg ha így a junior korosztályra, akkor
és az IFI egyik csapattársam, a legjobb barátom Gauruder Krisztián volt, aki egy-két IFI vagy éppen junior nemzetközi versenyen részt vett. Természetesen még most is aktív Kassa Róbert volt, akkor, amikor én még csak 17 éves voltam, akkor próbáltam úgymond a junior országos bajnokságon kicsit megszorongatni. Annyira nem sikerült, de remek érzés volt vele együtt versenyezni, és későbbiek során úgymond csatlakoztam hozzá. Kik voltak hatással rád? Kik voltak azok a versenyzőtársak, akikre szerettél volna felnőni, nyilván sikerült is, kik voltak, akik inspiráltak a minél jobb eredmény elérésére? Hiszen nyilvánvaló, hogy bár szűk a magyar sportági elit, ezt tudjuk, de azért mindig vannak az élen veled együtt nyilván. Igen. Hát két igazán nagy riválisom volt, és talán még most is van, ugye Marosi Ádám és Kassa Róbert, akkoriban hozzájuk próbáltam felnőni. Mellettük még volt egy harmadik versenyző, Tibolya Péter. Mondjuk úgy, hogy mi alkottunk hosszú időkig a magyar öttusa krémjét, és legfőképpen ugyan tett két Ádám és Róbert volt, akikhez igazából én föl akartam nőni, akikkel nekem meg kellett mérettetnem magamat a legkomolyabb világversenyeken, ami mondjuk úgy, hogy többé-kevésbé sikerült is. A legfontosabb nyilvánvaló egy felnőtt sportoló életében, amikor egy ilyen tradicionális sportágban bekerülhet a válogatottba. Ez is megtörtént nálad ideje korán, hiszen 2011-ben már ott voltál az EB-n, VB-n, és azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy áttörés. Mit gondol ilyenkor egy fiatal ember, hiszen tulajdonképpen elérte a célját? Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy öttusában eredménykényszer van. Akkor abban az évben az Európa-bajnokságon kívül, ami egy kvalifikációs verseny volt, amikor minden verseny jól sikerült, és úgy gondoltam, kicsit naívan, hogy ez a pályafutás így fog tovább haladni, de valami történt, valamiért talán túlságosan rágörcsöltem akkor, hogy nekem ott a 12-es londoni olimpián ott kell lennem, és ott meg kell mutatnom. Ugye akkor ugyanúgy, mint az a következő két olimpián Robival és Maróval kellett úgymond megküzdenem, de valamiért ez a görcsösség az első pár versenyen teljesen visszafogott, és nagyon gyenge eredményeket hoztam. Talán a legvégén, a olimpia előtt tudtam egy kicsit úgymond felszabadultabban versenyezni, de ez már később volt számomra. Igen, a junior EB-n aranyérmes lettél, a felnőttön pedig hatodik, tehát az meg remek eredmény. Ugyanakkor mit érezett sporton, mert nyilvánvaló, hogy az olimpia a csúcs. Igen. Ugye arról beszélünk, hogy a világbajnokság tágabb, de az olimpia az mindig más az ötkarikás játékok. Igen, hát a 11-es évben az, hogy a VB 6. lettem, az egy kiváló eredmény volt. Igen. De hát tegyük hozzá, a Robi 5. lett, az Ádám meg 3. Igen. Most kész a csapat. Kész a csapat, és így se nyertünk csapatban, az oroszok megvertek minket, de maga ez a fejlődés, vagy ez az előre menetel, ez nagyon jó haladt, csak éppen a 12-es évben. Volt egy komolyabb visszaesés, ami miatt én nem kerülhettem ki. Ugye a kvótád meg volt, azt tudjuk. Igen, a pontszámok alapján. Szomorú vagyok ám, hogy erről kell beszélnünk, mert ha valaki, akkor mi székesfehérváriak nagyon-nagyon szurkoltunk volna. Több okból is nyilvánvaló. De aztán az EB-n viszont azért bizonyítottál, hogy hiszen két érem csapatban és meg egyéniben is. Igen. De ez egyébként megvigasztal egy olyan sportolót, aki tudatosan készül a világversenyekre? Hogy lám-lám, azért mégiscsak képes vagyok arra, amit nem mutathattam meg mondjuk az olimpián. Igen. 22 éves fejjel akkor megvigasztalt. Akkor persze volt bennem egy kisebb csalódás, de tisztában voltam azzal, hogy lesz még lehetőségem olimpiára menni és olimpián jó szerepelni. Akkor nem éreztem abban a pillanatban, hogy emiatt nekem most teljesen letargiába kell, hogy legyek.
Örültem annak, hogy az EB-n harmadik lettem, meg előtte egy ilyen kisebb nemzetközi versenyen, de természetesen mindenki, aki olimpiai sportágba szerepel, az a csúcs, hogyha az olimpián részt tud venni, és ott tudja a saját nemzetét képviselni a lehető legjobban. Nyilván, viszont hogy áll neki a következő 4 éves olimpiai ciklusnak? Hiszen azt mondják, hogy minden olimpia vége a következő olimpia kezdete. Tehát volt 4 éved arra, hogy bizonyítsd, hogy ott a helyed a csapatban, így is történt. De mit kell ahhoz tenni? Hiszen akkor, ha úgy tetszik, a fiatal Demeter Bencéből egy már rutinos, ereje teljében lévő Demeter Bence készülhetett arra 4 évre. Hát legfőképpen megnéztük, hogy az edzőkkel közösen kielemeztük, hogy mik voltak azok a hibák, vagy éppen mi az a versenyszám, amiben többet kéne belefektetni, ami miatt én nem tudok legfőképpen a versenyeken úgy teljesíteni, ahogy szeretnék. Ezekre próbáltuk úgymond a felkészülést helyezni, felkészülést úgy beállítani, vagy úgy megtervezni, hogy kvázi ne ismétlődjön meg a történelem, hogy még egyszer lemaradok egy picivel az olimpiáról. Kezdetben jól is indult minden. Nem azt mondom, hogy úgy, ahogy szerettük volna, de voltak biztató előjelek, és lépésről lépésre haladtunk előre. Sajnálatos módon mondjuk úgy, hogy ott a 15-ös Európa-bajnokság, ami egy fontos kvalifikációs verseny lett volna, ott a lóval meggyűlt a bajom. Igen, és így nem jutott el a döntőbe, de hát... A döntőben nem voltam, csak ugye mondjuk úgy, hogy nem... Elúszott az éremesélyem. Elúszott az éremesélyem, lehetett volna ott egy érmes helyezést elhozni, de nem így történt. Ott újra kicsit kicsit ilyen letargikus állapotba éreztem magamat, hogy mind a VB nem sikerült, utána az Európa-bajnokság is úgy, ahogy valami nagyon más kell csinálni, vagy valahogy másképp kéne hozzáállni a dolgokhoz, nem azzal, hogy én most így tiszta erőben meg akarom mutatni, hogy igenis én képes vagyok felállni a dobogóra, hanem kicsit mondjuk úgy, hogy lazábban, természetesen ugyanúgy maximálisan felkészülve, lazábban álljak oda a versenyekre, ne legyen annyira eredménykényszer, ami sokszor ugye megmutatkozott, hogy visszaveti a teljesítményem. Azért tegyük hozzá, hogy az öttusa ebben az értelemben is különleges sporták, hogy minden esztendőben van EB és VB. Volt. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 fantasztikus világverseny évente, és emellett ott vannak a világkupák, és szép sorban, tehát úgy tulajdonképpen, és a magyar bajnokságok, ami megint csak vízválasztó ebben a sportágban, és úgy lehet eljutni Rióig. Most megérkeztünk Rióba. Igen. Megérkeztünk Rióba abban az évben. Én a világkupákon jól szerepeltem. Az egyik ellenfelem ugye Kassa Robi, meg gyengébben, és emiatt az öttus a szövetség ugye engem jelölt indulónak, Marosi Ádám mellett. Kiutaztunk Rióba, jól sikerült úgymond a felkészülés, készen éreztem magamat erre a versenyre, és próbáltam a lehető legtöbb terhet ledobni a vállamról, hogy mondjuk úgy, hogy élvezzem nagyjából a versenyzést, és emellett tudjam kihozni a legtöbbet magamból. Ami részben sikerült is, jól indult a vívás, csak sajnos a utolsó 6-8 asszóra teljesen elfáradtam, emellett szerintem a legerősebb ellenfelek is jöttek, és lett egy ilyen plusz 3-as eredmény, amivel még mindig a egy öttusázó úgymond versenyben van. Úszás, megcsináltam a 50-es medencében ezt a 2:03-as időt, ezzel elégedett voltam, és aztán jött a lovaglás. Mit hoz az élet? Pont azt a lovat kaptam meg, amit Kassa Robi, a
16-os riói világkupán márciusban kihúzott, és ő akkor ment vele 7 vagy 8 fával. Mondj, hát most az élet fintora, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Megkaptam ezt a lovat, hát nem örültem neki, de próbáltam a lehető legjobban megoldani ezt a feladatot, ami mondjuk úgy, hogy a pály utolsó 4/5-ig sikerült, de az utolsó 2-3 ugrást úgy levertem, így 5 fával fejeztem be a lovaglást, ami gyakorlatilag... A középmezőnyhöz volt elég. Igen, a 22. helyről indultam a kombinált számba, és pont egy olyan helyről, hogy előttem 10-15 másodperce volt az előző guatemalai versenyző, azt hiszem, úgyhogy nem is nagyon tudtam bójjal együtt menni. Hát ez azért kicsit borzasztó érzés volt, de tisztességgel és a lehető legjobban megoldottam a kombinált számot. Ilyenkor, amikor hazajöttök, nyilvánvaló, hogy némi elkeseredettség azért van az ember fiában, de hát neked ezen túl kellett tenni magad, és ez nagyon gyorsan sikerült, hiszen februárban már világkupát nyertél Los Angelesben. Ez ilyenkor kinek köszönhető? Nyilván a felkészülésednek, az edzőidnek, de ki az, aki ilyen szituációkban a lelket tartja benned? Már tudjuk, hogy te tudatos voltál mindig is. Igen. Hát ezt így nehéz kiemelni bárkit is, ez az edzői tímnek köszönhetem, meg volt ugye a pszichológusom, a családom, mindenki, akár a barátaim, ugyanúgy mellettem álltak a legnehezebb pillanatokban is, biztattak, hogy igenis képes vagy arra, hogy a következő olimpián ott legyél, és még mondjuk úgy, hogy fiatalabb versenyzőként, 26 évesen még lesz lehetőséged az olimpián vagy az olimpiákon részt venni. Úgyhogy kvázi nem is keseregtem ezen olyan sokat, nagyon sok ember próbált ezen segíteni, és meg is lett úgymond az eredmény ennek, ahogy említetted. Tehát visszajöttél a világélvonalába mindenképpen, igen. Aztán jött egy súlyos sérülés. A sérülés egyébként azt gondolom, hogy az öttusázóknál, ami leginkább befolyásolja a teljesítményt bizonyos értelemben. Mert a lelki válságokon egy-egy kudarcon át lehet lendülni, viszont a sérülés, ahol 5 sportágban kell edzeni még hozzá folyamatosan az élvonalhoz, az ott azért más. Igen is, meg nem is. Abban a szempontból, hogyha jön egy sérülés, az öttusázó abban a szempontból egy kicsit kvázi könnyebb helyzetben van, hogy mivel 5 számot csinál, ezért ha mondjuk a megsérül esetleg a térde, a bokája, vagy... Addig tud lőni, meg addig úszni. Addig tud lőni, tud úszni, tud gyógytornázni, erősíteni, valamit tud azért csinálni, de ha például egy olyan versenyző, akinek mondjuk a futása gyengé és megsérül a lába, akkor azért nagy hátrányt tud ebből szenvedni. A technikai számokat még fejben valamilyen szinten lehet edzeni, meg az még jól is elsülhet, hogyha valaki nem tud, nem edz mondjuk 2-3 hétig, az nem olyan nagy probléma. Fizikálisan azért edzés nélkül mondjuk ki, az nehéz úgy odaállni, hogy ugyanazt a teljesítményt. Ettől függetlenül viszont végig ott voltál a csapatban. Tehát azt mondjuk, hogy ugye Marosi és Kassa Robit említettük, aztán jöttek feltörekvő fiatalok, bár mostanára eltűntek helyjel közzel ismét, de mindig biztos helyed volt a csapatban. Ez mennyire jelent megerősítést? Nyilván kellettek hozzá az eredmények is. Igen, igen. Valahogy 11-től kezdve nem volt kétség számomra az, hogy én bekerülök a csapatba. Mindig tudtam olyan eredményeket hozni, ami predesztinált arra, hogy ott legyek. És hát szerencsére vagy nem szerencsére nem nagyon jöttek olyan fiatalok, akik ott kopogtattak volna az ajtóba, hogy igen, igen, mi is képesek vagyunk ilyen teljesítményre. A testvérem volt az, aki néhány világkupán vagy EB-n részt vett, több-kevesebb sikerrel, sajnos több sérülés vagy egyéb egészségügyi probléma miatt kényszerült aztán így 18 éves, vagy nem is volt 28, 18-ba
abba hagyni, de rajta kívül nem nagyon volt, vagy egy talán egy Regős Gergely nevezetű fiatal srác volt, aki egyszer-egyszer oda került, de nem voltak olyan versenyzők, akik megszorongattak volna minket. Aztán jött Peking. Ugye kvótát szereztél megint, illetve elhalasztották az olimpiát. Ezt miként éli meg egy versenyző? Hiszen nyilvánvaló, hogy a csúcsforma bizonyos értelemben rögzítve van minden olyan sportágban, ami különleges kvalitásokat kényszerít egy versenyzőre. Hát igen, ez a tokiói elhalasztás számomra nagyon rossz jött. Én abban az évben valahogy annyira összeállt az én felkészülésem, és márciusban már tényleg nagyon jó formában éreztem magam, és minden számba közel csúcsforma közelébe tudtam teljesíteni. Én ezt nagyon rosszul értem meg. Főleg emiatt, hogy én az a versenyző voltam, aki igenis tudtam, hogy abban az évben nagyon jól fogok teljesíteni. De, mint profi versenyző, ezt az edzőimmel megtárgyaltuk, újra terveztük a felkészülést, de sajnos közben jött mindegy sérülés, mindegy betegség, ami egy három hónapos kiesést jelentett számomra, így a 21-es év, vagy a 20 év vége, vagy a 21-es év eleje, az nagyon nehéz volt. Nem nagyon találtam önmagamat, főleg a futópályán borzasztó küzdelmek árán tudtam nagyjából úgymond elfogadható teljesítményt nyújtani, mert az a három hónap az nagyon meglátszódott. Igen, hát és az olimpia az pedig megint az mélységes csalódás volt nekünk, de miként értett meg te magad? Hiszen azért annak ellenére 2021-ben az EB-n bronzérmet szereztél, jól szerepeltél a kairói világbajnokságon, a katonai VB-n megint csak, tehát az is az egy-egy rangos verseny ebben a sportágban. Hát ez volt a legnehezebb. Ez a tokiói olimpia, hogy nem kerültem ki. Ha összehasonlítjuk mondjuk a riói kicsit gyengébb szerepésemet, vagy a Londonban se tudtam ott lenni, ezt meg azért a mai napig feltör bennem ez az érzés, hogy annó ott a kairói világbajnokságon, amikor gyengé lovagoltam, és nem tudtam legalább egy hatba, de az akkori formámban ott tudtam volna érni a dobogóra. Ez nem sikerült, ez hosszú idő volt, hogy valahogy ezt rendezni tudjam magamban, és próbáljak előre tekinteni, de ahogy említettem, még egy-egy pillanatban, edzéseken, mindig feltör belőlem ez az érzés, és kicsit, nem tudom, vicces hangzik, de még így a pulzusom is megemelkedik ezekben a pillanatokban, amikor erre gondolok, hogy miért nem tudtam annó azzal a lóval, tudom, egy fával végig menni, és akkor valószínű, hogy bejövök a harmadik helyen a világbajnoksággal, és akkor azt jelenti, hogy engem jelöl a szövetség a tokiói olimpiára. Igen. No, viszont itt vagy, és nyilván vannak terveid is ennek ellenére. Azért én kigyűjtöttem itt az elképesztő mennyiségű eredményt. Nyilván nem fogjuk tudni mindet felsorolni, de azért a pályafutásoddal ennek ellenére az olimpiákon kívül azért teljes egészében elégedett lehetsz. Hogyan tovább? Kérdezem ezt azért, hiszen tudjuk, hogy most bizonyos értelemben válságát éljük meg. Még mindig nem tudjuk, hogy melyik versenyszám fogja helyettesíteni a lovaglást. Hogy ez miért alakult így ki, azt hagyjuk, ja. Mert az csak találgatás, meg bulvár téma. Viszont készülsz-e tovább? Igen, készülök. Tartod-e az álmaidat? Tartom. Legfőképpen ez a kairói világbajnokság, ahol lovaglásra számítva remek formában voltam, adott nekem egy olyan plusz motivációt, hogy még 31 évesen is olyan teljesítményre voltam képes, akkor miért ne tudnám ezt a teljesítményt egészen a párizsi olimpiáig. Lásd Marosi Ádám. És ott van egy élő példa, Marosi Ádám, aki 37 évesen egyéni világbajnok lett, akkor ebbe a sportágba, meg amúgy is, hogyha megnézzük a világ sportolóit, sokan még közel a 40-hez is
kimagasló eredményeket tudnak produkálni. Úgyhogy emiatt, nem csak emiatt, hanem az álmaim miatt legfőképpen én elhatároztam, hogy a 24-es olimpiáig folytatni fogom. Engem a lovaglás téma ebből a szempontból nem befolyásol, mert 24-ig a Párizsi olimpián még lesz lovaglás, ezt követően fogják levenni. Viszont a sportágunk valamilyen szinten nehezebb lesz, mert betettek úgymond a selejtező meg a döntő közé egy ilyen középdöntőt, vagy elődöntőt, mindegy minek nevezzük. Így nem csak két, hanem három napon is kell teljesíteni, ami azért lehet a fiataloknak fog kedvezni, nem legfőképp nekem, aki már jóval hosszabb ideje van ebben a sportágban, ez fizikálisan valószínűleg megterhelőbb lesz, de úgy érzem, hogy föl tudok erre is készülni, és nem fog megakadályozni abban, hogy jól teljesítsek. Történjék így. Mi szurkolunk nagyon, és azt hiszem, hogy a fehérvári és a magyar sportrajongók is hisznek abban, hogy a magyar ottusa veletek, veled újra ott lesz az élen. Erre szükség van, mert hogy azért ez a sportág Balcó óta, vagy még visszamegyünk az időben, bizonyosan a legnagyobbak közé tartozik. Bence, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és akkor sok sikert kívánunk mindnyájan. Én köszönöm a kérdést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Demeter Bence öttusázó volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!